Hagyományos módon kezdődik el a 2020-21-es tanév országszerte, mégis rendkívüli intézkedéseket kellett bevezetni ehhez. Sümegi József, a Bátoszéki II. Géza gimnázium igazgatója elmondta, minden szükséges előkészületet megtettek ahhoz, hogy biztonságban indulhasson el a tanév. Már nagyon vártuk ezt a napot, hiszen március 16-a óta a gyerekekkel ilyen formában nem találkoztunk. Én azt gondolom, hogy ennek a tanévnek az előkészítése. Olyan formában történt, hogy biztonsággal lehet a, a gyerekeket fogadni, és ha valóban mindenki betartja azokat a járványügyi szabályokat, amelyeket az emmi is előírt, akkor én, én úgy gondolom, hogy, hogy tény, tényleg bizt, nyugodtan elengedhetik a szülők a gyerekeket az iskolába. Hétvégén volt már egy fő próbánk, hiszen szombaton a gimnáziumban megtartottuk az elmaradt ballagást, és én úgy láttam, hogy itt is nagyon fegyelmezetten viselkedtek, gyerekek is szülők is, tehát betartották a távolságot, a fertőtlenítéseket, tehát én azt hiszem, hogy hogy biztonsággal indulhat az év. A gyerekeknek az első két osztályon órán lesz egy részletes tájékoztató az új szabályokról, az új szabályok között az osztályban tartózkodás rendje, a szellőztetés rendje, ugye új, fele, új feladatokat ró ez pedagógusra, diákra, hetesre egyaránt, az ebédeltetéssel kapcsolatos szabályok, a folyosón tartózkodás rendje. Hogy nálunk nagyon szűkek például a folyosók, ezért mi úgy gondoltuk, hogy a folyosón mindenképpen szükséges lenne például a maszk és hát, hát igyekszünk arra felhívni, szülőknek írtam egy tájékoztató levelet is, amelyet az első nap ki fogunk küldeni, tehát mindenféleképpen azt kommunikálni, hogy lehetőleg kerüljék el a csoportosulás, a tömörülést. Tudom, hogy ez, ez, ez nagyon nehéz, de hát igyekezni fogunk, hogy, hogy minél, minél kevesebb lehetősége legyen a vírus átadásának. Bár mindenki nagyon bizakodik abban, hogy a továbbiakban nem lesz szükség a digitális oktatásra, és minden mehet a régi kerékvágás szerint, mégis úgy indítják a tanévet, hogy bármikor át tudjanak állni az online tanításra. Az előző tanévben mindenki azt a médiafelületet használta, ami számára a legegyszerűbb, vagy, vagy ismertebb volt. Ez nem volt szerencsés. tehát Úgy láttuk, hogy a gyerekeknél ez problémát okozott, hiszen nem tudták, hogy melyik tantár, vagy, vagy volt ebből probléma. Tehát mi, mi most mindenképpen áttérünk egy egységesre ebben ebből a szempontból, ha szükség lesz rá. És hát az az, az elv, hogy most szeptembertől nagyon keményen kellene a tananyag ismételni, illetve tehát ismételni és, és leadni, azért, hogyha bármikor bejön a, a, az online oktatás, akkor, akkor ne legyen ebből probléma. Reméljük, hogy ez most valóban ebben az évben már csak ideiglenesek lesznek ezek. Az épületnek a teljes fertőtlenítése megtörtént, olyan intézkedéseket, biztonsági intézkedéseket hoztunk, amelyek a takarításra, szellőztetésre vonatkozóan, beléptetésre vonatkozóan, tehát két bejáraton fognak a gyerekek jönni, mindenki reggel ke kezet fertőtlenít, a délelőtti órákban ö, is ö, lesz takarítás, tehát a közösségi tereket, ö, mosdókat, azokat a takarítók, ö, a kilincseket, villanykapcsolókat, a portások fogják átfertőtleníteni minden szünetben, illetve úgy egyeztünk meg, hogy az a szaktanár, aki abban a teremben van, ő azokat a padokat át fogja fertőtleníteni, tehát úgy jön neki, a gyerekek, hogy már. Tehát a, egyébként azon is igyekeztünk, és bet, megpróbáltuk betartani a, az emminek azt a az iránymutatását, hogy lehetőleg a gyerekek nagy része egy teremben legyen, de hogy ez középiskolában nem megoldható, hiszen vannak azért olyan szakórák, amikor mindenképpen menni kell, például ilyen az informatika, ahol mindenképpen menni kell, ilyenek a nyelv és a matematika, amely bontásban vannak, itt viszont talán könnyebb a fertőtlenítés, hiszen nem teljes osztályokkal, tehát nem minden padot kell mondjuk fertőtleníteni. De én, én azt gondolom, tehát tényleg csak azt tudom hangsúlyozni, hogy, hogy biztonsággal megyünk neki a tanévnek.